sweet home. Home. Sweet home. Hiszek egy ígédben. Sweet home. Hiszek egy hazámban. Hiszek egy ómikus örök ellenállásban. Hiszek a gőzlégek örök igazában. Kezdetben vala a gőz, s a vizek felett lebegett, s lő éjszaka az első nap. Aztán a gőzben a tekerésnek lelke lakozott, és meghajtá maga körül a kantált, lőd éjszaka a második nap. Felizzott az kantál a telejnek hatalmasságától, s világítá az nappal, hogy elválasz a vépelésnek idejét az végtelen éjszakától, s lő nappal és éjjel az harmadik. Finomodának, s kérték, mi végre vagyunk mi, ha nincs ki élvezze létünk értelmét. Ekkor nagy törvedelem közepette alászállt a nagy módkészítő, s megalkotá az gőzlét, hogy kedve teljen a delej, a kantál és a vívő közeg létének hallásából. Hatodik napon az gőzlét élvezi az ízek finomságát, s boldog vala, de egy közülük elindul a Amerikába, beszülöttet kibaszásból adták neki az dohány, s megint szar lett minden. Vala. Testvéreim a gőzben, vegyük ezt komolyan, hisz ébredtünk találtatott fel Szent Honlik által. Kérem, álljatok fel, és emlékezzünk közös imában elődeinkről. Szent Vaperiádusz egyházunk már tírja. Iliánisok felülkeregettek vala rajta, s a mondjába húzták. Tudták, hogy ez az utolsó esélyük. Az utolsó harc, egy utolsó egyesített támadás, mely eldöntheti a csatát. Imádkozz életünk és megtisztult időjükért. Mindenki komoly volt, ahogy szétnézett maga körül, büszkeség öntötte el a szívét. A vaperek egyenként vonultak a Vaperiánus egyház zászlaja alá. Fifikánus püspök szavára egyesítették erőiket. Végre, ma eldől minden, ahogy maga elé nézett, látta felmagasodni az UEFI épületét. Ezt az erőtöt kell bevenniük, az ott lakuló ellenséget kell kigőzölniük. Kemény menet lesz, mormolta maga elé, és vészjósló mosolya olyan gőzpöffentett, amitől Tiberius Demián egyből tüdővizenyőt kapott volna. Még egyszer szétnézett maga körül. Itt volt Boris, aki egy csapat kozákkal próbált éppen valami sárgán világító húzallal megtekerni egy birkát. A jószág szótlanul tűrt, aminek oka a belőle álló erős voltkaszok lehetett. Kicsit arrébb Elit Klaucsészerek egy csoportja beszélgetett. Imádkozz életik és a részáinkért. Eszelősök, villant át az agyán. 0,1 óma látekel szabon kazánokkal szerelt módjaik vészjóslóan csillantak meg a lámpa fényénél. Fanatikus harcosok, akik harsány, rip-trippers csatövöltéssel vetik magukat a harc sűrűjébe. Nem szerette őket, de remélte egyikük éppen Demián mellett fog állni, mikor a túlhajtott akúja megadja magát. Imádkozz életük és a részáinkért. Egy kisebb csoportra lett figyelmes, akik éppen azon vitatkoztak, hogy a Kájfun vagy a Tájfun kazánok-e a jobbak.
Külön csoportba kell őket szervezni, gondolta. A szomszédos utcában egy csapat Gunner-féle mágneses keverőkkel felszerelkezve gyártotta a muníciót. Még ment a vita, hogy a támadáshoz vajon VG vagy PG többletű lépvidet használjanak-e. Az egyik elképzelés szerint elő PG töblettel irritálják az OFI személyzetét és kiszállítják a szemüket, majd VG töblettel elvizesítik a tüdejüket. Vállat volt. Mindegy, a védők úgysem tudnak róla eleget. Aztán feltűnt a nagyúr. Csak ezért érkezett egy messzén a szigalaxisból. A vaperek áhítatos tekintettel vették körül. Fifikánus püspök nektarin likviddel áldotta meg páncélját. A nagyúrnak mindenkihez volt egy-két jó szava. Igazított egy német tekerésen, adott még néhány jó tanácsot és felsorakozott a harcosok mellé. Imádkozz életünk és megtisztult tüdejükért. Egy lesötétített furgonban megpillantotta Charlie Anuszt, akinek élő podcast közvetítését visszhangozták a külső hangszórók, bátorítva a harcosokat, megacélozva a lelküket. Imádkozz életünk és megtisztult tüdejükért. Mujónius Uziát szorongatva elit vapere gyűrűjében állt, akik gőzüket is áldozták volna érte. Ő lesz az, aki ha bejut az erődbe, szembe kell nézni a Demiánnal, és az arcába kell fújnia a gőzt. Mindenki várta a jeladást. Ezen hősök mártinsága adjon erőt nekünk a mesötét órákban. A kazán, az aksi és a tekerés nevében. Ámen. Ámen. Magamban bíztam. Nem is kerül sokba ez az embernek, semmiképp se többe, mint az állatnak, mely elhull bőrökre. Ha féltem is, a helyemet megálltam, születtem, elbegyültem és kiváltam. Meg is fizettem, kinek ahogy mérte, ki ingyen adott, azt szerettem érte. Asszony, ha játszott velem hitegetve, hittem igazán, ha terjed a kedve. Sikáltam hajót, rántottam az ampát, okos urak közt játszottam a bambát. Árultam forgót, kenyeret és könyvet, újságot, verset, mikor mi volt könnyebb. Nem dicső arcban, nem szemét kötélen, de ágyban végzem, néha ezt remélem. Akárhogyan lesz, immár kész a leltár. Éltem, és ebbe más is belehalt már.
Sziasztok, ez itt a Párásító Podcast, én pedig Charlie vagyok, akik ma velem vannak. Ficsor Zoltán, azaz Fifika. És Horst Tappert helyett Pivko Krisztián alias Mujó. De mondhatuk volna úgy is, hogy Charlianus, ki volt még? Mujónius. Én vagyok a püspök. Püspök Lidára verem a segged. Jaj, zseniális volt szerintem. Hát az a helyzet, hogy ennek története van. Mert ugye történet. Hogy még valamikor a kezdetek kezdetén Szent Atya Janival, nem tudom, van-e ki a nevet, nem ismeri, nyilván az összes kezdő vaper, de Szent Atya Janival így még a Fekete Fórumon ökörködtünk egyet, hogy a fórumon belül megalapítottuk a Vaperiánus Egyházat, és valahogy előkerült ez a logó a Google lomtáram rejtekéből, és ezt beraktam a Párásítóba, mint ilyen erekjét kvázi. És akkor így születtek hozzá a kis írások, és engem rettentő mód szórakoztatott, hogy másnak is vannak írói véna, és ezek a kis rövid szösszenetek így összeálltak egy egészé. És gyakorlatilag, tehát senki ne gondolja ezt komolyan, ezt nyilvánvalóan a saját szórakoztatásunkra. És hát hogy is szokták mondani, hogy tehát amikor akkora a szar, akkor az ember már csak a humorral tud túlélni dolgokat. Hát ez pont a túlélésnek ez a fajtája szerintem, amikor tényleg a humor az, ami átsegít minket ezeken a nehéz időkön. Testvéreim, már kínunkban nevetünk. Testvéreim a gőzben, igen. Kicsit több volt ez azért, mint humor, nekem ez két nap munkám volt, úgyhogy óvatosan ezzel, hogy humor, mert mikor kész van a komplet munkafázis, és utána a kánon részeknél külön mentéseket kell csinálni minden egyes, mert ugye az összes hangén voltam. Szólam. Az összes sávonként. Szólam, sávonként, és mikor azt úgy képzeld, hogy volt benne az áldott légy, ámen, és a többi, ez körülbelül 60 külön file volt, és mikor mindegyiket kvantáltam, mindegyiket fédeltem, mindegyiket külön lementettem, de ezt így írd és mondd, hogy az utolsó előttinél elkezdett homokórázni, levert a víz, quit unexpectedly, ó, bazd meg! White halál? Nem, az semmi nem volt. Reopen, persze, újra. Megnyitom, tök jó, megvannak a munkafolyamatok. Lejátszom újra, és elkezdik írni nekem, hogy 48 fájl hiányzik. Ó, bazd meg. Droppoltam a izéket, néztem a sávokat. Ott voltak a sávok, csak mindegyik egy vonal volt. Ó, vagyis bazd. Üres. Hát vagyis üres, úgyhogy szedhettem ki az összeset újra, és újra végigcsinálni a munkafázisokat, úgyhogy de a végeredmény vicces volt. Mujónius. A végeredmény zsír. A végeredmény nagyon zsír. Olyan alacsonyak ma a hullámformáim, lehet, hogy meg kell majd kicsit masszíroznod őket. Befogjuk, audio masszázs. Kérlek szóval szépen. És milyen kegyetlen az élet, hogy ezt nem tudom, láttátok, biztos láttátok, hisz néztek tehetségkutató műsorokat is, a legutolsó Star felvételén ott volt Charlie is, és lehetett is látni, nem a színpadon ugyan, no de ott is volt, hogy pont most énekelte Tóth Gabi milyen Miklóstól a Vén Európát, aminek micsoda apropója van sajnos. Nem tudom, milyen Miklós. Igen. És most is egy csomó olyan témánk volt, meg ez a saját magunkon röhögünk már kínunkban, meg ami még adásban lesz itt, hogy ez már tényleg csak röhögni szabad saját magunkon, mert másképp nem fogjuk ezt túlélni. Segítsetek már közben, nagyon off a kérdésem. De, bocsánat, de azért csak úgy sziránósan nevetgéljünk magunkon.
Mert elnevetgélünk, de igenis orba vágunk mindenkit, ahogy azt kell képletesen értve. Szóval, bocsánat, igen. Mert az úttörő, ahol tud, perel. Igen. Meg hát pörrel él a magyar. Igen, igen. Na, szóval... Bocsánat, hogy megakasztottam. Nem akasztottam meg. Közben rám írt Oszi, hogy nem emlékszem-e, hol hangzott el, hogy a nikotin rákot okoz. A többit nem írom, hogy milyen jelzőkkel illette az embert. Azt mondja, hogy egy doki haverom nem hiszi el. Üdvözli a hallgatókat, Osztinátó, alias Oszi. Ezt én is keresem, mert nem sokára szükségem lesz erre. Ez fönn van, akkor neked is mondom, amit Oszinak. A timeline-os, ahol össze vannak gyűjtve a videók, ott van ez az örökérvényű, ebből kúbot is fogok csinálni szerintem, hogy rákot okoz, rákot okoz, rákot okoz. Egyébként nekem ebben a liturgiában, ami nagyon tetszett, az a, nem biztos, hogy mindenki tudja, Fifika, ez a te ötleted volt, és köszönöm szépen, az utolsó hallható rész, ami már nem mi voltam, az mi volt konkrétan? Mert azt tudom, hogy egy József Attila vers. Így van, After Crying-nak hívják a zenekart, akik egyébként egy végtelen tehetséggel megáldott komoly zenészekből verbuválódott, és igen-igen régi magyar együttes, és nekik azt hiszem a második vagy a harmadik nagy lemezükön van ez a József Attila vers, nem is tudom, minek hívjuk, gregorián stílusban, de szerintem iszonyat jól összejött ez a kettő. Így. És a szövegét is, aki nem figyelte, akkor tekerjen vissza, és hallgassa meg újra, mert egész... József Attila Leltár című verse. Egész más kontextusban, megvilágításban látja az fogja ember. Fogja látni a dolgokat ezek után, igen. Én is egy csomó mindent máshogy fogok látni. A nap történései után, de ezt majd kicsit később. Valami jó hírrel tudtok szolgálni? Dobjatok föl mellőle. Képzeld el, igen. Na, de ilyen magán jellegű, tehát a többi ez nem érdeke. Tehát ilyen, hogy mit megellett a birkád, vagy valami. Reggel adtam nekik friss füvet, igen, jó néven vették, de nem, tehát véper körökből tudlak kvázi jó hírrel ellátni, ha igény lett. Ha nem igény lett, Mujómán tudja. Tehát. Igen, 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 mondjad. Hát egy meg nem nevezett egyetem, de majd tudni fogjátok, amikor nyilvánossá válik a történet. Magyarországon, tehát csak hogy így tudjátok emészteni, amit mondok. Magyarországon mindenkitől független kutatást végez e-cigaretta fronton. Még maguktól is, mert a végén elhatárolódnak tőle. Így, ahogy mondod, mindenféle anyagi támogatás és mindenféle gyártó, forgalmazó, egészségügyi tárca, tehát senki nem bízta meg őket, egyszerűen a saját jól felfogott érdekükből kutatást végeznek, ehhez kérik majd egyébként a segítségünket. Mi valahol a kutatás közepén kapcsolódunk be majd ebbe a projektbe. És ami nagyon érdekes, hogy maga a kutatás az gyakorlatilag most nem a szájüreghez, meg nem egyéb dolgokhoz, kifejezetten a tüdőhöz kötődő, és már az előzetes eredmények alapján azt kell, hogy mondjuk, hogy mindenki, aki ennek az ellenkezőjét állítja, amit mi az elektromos cigarettáról, az nem felvilágosult. Annak még bizony a nap van, nem, a föld van a középpontban, és a nap forog a föld körül. Azért nem mer messzire menni, hogy ne essen le a szélén. Igen. Igen, ne essen le a szélén, ott amúgy meg lapos a föld. Tehát. A teknős a három elefánta, igen. Amúgy meg lapos a föld.
Tehát ez ma reggel talált a postaládámba egy e-mail, délután már beszéltem a kutatás egyik vezetőjével, és majd, ha ez kimegy, mondom még egyszer nyilvánosba, akkor mindenki meg fogja tudni, hogy mit és hol és hogy. Azt előre tudom már bocsájtani, és ezt Mujó már tudja, egy jó pár igazi vépertől igazán nagy áldozatokat fog kérni az egyetem, de reméljük, hogy lesz rá egy jelentkező. Első szülött gyerekem! A félt idejét. Hát egyébként majdnem ilyen szintű, de reméljük, hogy lesz rá ilyen vállalkozó, illetve olyan, aki ekkora áldozatot meg tud hozni a magyar e-cigaretta kutatás oltárán. Fejezd be! Elvállalom, elvállalom, elszívok egy szál cigit. Hát Csárli, az a baj, nem egyet kell. Elszívok jó, kettőt. Nem is kettőt kell. Ja, hogy egymás után, hogy hányat tudsz ugye elszívni egymás után, hogy lefordulj a székről? Majd a maga idejében. Majd a maga idejében ezt meg fogod tudni. Ezt nem vágom ki az adásból, de elmentek a picsába. Hát én elhiszem, hogy sok gondom volt ma, de azért ilyenekkel nyugodtan zaklathatnátok, mert jaj, nem vagyok akkora celeb, mint a püspök úr. Hát majd az adáson kívül, Charlie. Ne, tényleg ne szaladjunk előre, mert aztán vághatod ki. Yeah. Jó, de azért ezt írjátok már beléci az adásmenetbe, hogy mit tudom is én, amit ott szövegként akartok látni, hogy olyan hírünk van, hogy magad alá pisilsz, vagy valami hasonló. Tudod, valami? Szerintem, figyelj, Csáli, tehát annyira közeliek a történetek, vagy a történések, annyira közeliek, hogy a jövő heti podcastben ezt majd részletesen ki fogjuk tárgyalni. Hát, mert ennek úgy gondolom, hogy egy halom vonzata van, tehát hogy ezt hogyan gondoljunk erre, stb. Úgyhogy az szerintem egy fél órát simán föl fog emészteni a jövő heti podcast idejéből. Hát annak ismeretében, hogy most már szerintem 2-4, hát egy jó 6-7 órát beszéltünk a mostani agyfaszról egymás utáni adásokban, szerintem az a fél óra az erősen alábecsült hossz lesz ebben, úgyhogy igen, térjünk akkor majd rá vissza. Ettől függetlenül korbáccsal paskolt meg a hátad. És ha már egyetem, szöges. Nem tudom, ezt a múltkor említettem-e. Ez még mindig a mi történt veletek a hétenbe? Jó, velem semmi nem történt a az héten. Az jó, mert velem történt, de hát akkor hagyjuk a... És ott maradtam. Jó. Ja, hogy meg kell említenünk, ugye a Semmelweis Egyetemen folyó független kutatást is, hogy ez zajlik, és a korábban begyűjtött online kérdőívek kiértékelése zajlik, és jövő év elején pedig megkezdik a klinikai teszteket. Úgyhogy ez a történet szintén zajlik, és szintén nem érdemes előre szaladni, de ott is elég biztató jeleket lehet fölfedezni az illetékesek szerint, úgyhogy ihaj csuhaj trallala, Magyarország kutat, a buta meg túrjon az orrával utat. Jó. Elmondom akkor én egy a ilyen... A bánatod? Hát a bánatom is elmondhatnám, de ráfűzhetünk arra, amit sokszor elmondtunk már, hogy azért nem eszik olyan forrónak ását, és mindig azoknak, akik az ügyeletes megmondó emberek, és azt mondják, hogy mit szoktak mondani? Folytassatok a mondatot. Na majd én megoldom. Okosba. Okosba bizony. Na majd én átmegyek. Szlovákiába. Pontosan. Meg majd Romániába, meg a mit tudom is. Csacsári, hogy az nem Románia, mit mondtál, micsoda? Ez annyira megfogott, hogy már nem emlékszem rá. Az előző adást hallgass meg. Medve? Várjál, medve mi volt? Land. Valami medve nem, volt. Nem, valami medve. Medve köztársaság. Igen, medve köztársaság. Igen. Szóval mondhatnám azt is, hogy elfogtunk egy levelet. De nem elfogtunk egy levelet, hanem Charlie várt egy csomagot. És tényleg elfogtunk egy levelet, ugyanis kaptam egy magyar címeres levelet, aminek az szerepel a címer alatt, hogy Nemzeti Adó és Vámhivatal.
repülőtéri igazgatóság, járőr ellenőrzési és kockázat elemzési osztály. Nem hangzik túl jó. Már rosszul hangzik. Már 3 éve, hogy ilyet kaptam utoljára, és mennyire nem hiányzik. Tárgy, bizonyítási eljárás indítása, lefoglalás elrendelése. Ugyanis az volt az én dobozomon, hogy e-liquids. És valaki vagy vérszemet kapott, vagy tudja, hogy sanyarú sorsunk jön, és elkezd tárazni magának, de természetesen ez csak vicc volt. A küldemény lefoglalását elrendelték, a raktározás helyeként az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés Egészségügyi Intézet raktárát határozták meg. A lényeg... Csak jó helyen van, tehát abszolút. Aha, tök jó. Hűvösbe, fénytől védett helyen. Azt kívánom neked, hogy te is legyél ilyen hűvösbe, fénytől védve. Figyelj, én azt tudom mondani, hogy az elmúlt évek tapasztalata alapján, hogyha az ogyinál van, akkor ott nem tudom, hogy hűvös van-e, de hogy sötét, azt tudni. Azt mondják, hogy 3000 forintot szurkoljak le, és akkor az illeték ennyiben meg van állapítva, hogyha fellebezni szeretnék. Az indokolás pedig azt mondja, hogy az előtalált készítménnyel kapcsolatban felmerült a gyanú, hogy olyan hatóanyagot tartalmazhat, mely országba történő behozatala engedélyhez kötött. Az igazgatóság a tényállás tisztázása érdekében bizonyítási eljárást folytat, melynek keretében a készítmény beazonosítása, illetve engedélykötelezettségének megállapítása érdekében az ogyéi, mint szakhatóság, bevonása vált szükségessé, de hogy vált szükségessé, csak ti akardátok. A küldemény lefoglalásának szükségességét állapították meg. Én mondtam Charlie, hogy ne rendelje antraxot a Silk Roadról. De köcsög vagy. De egyébként ez az eleje jó, az várja, az valahol, ha nincs kikocka, ez föl fogom rakni ezt a PDF-et, hogy mindenki okuljon, azt mondja, hogy tittara, rittara, ramtamtam. Miért nem csiptetem a mikrofonomat a szopókám végére? Az folyton itt van a számára. A szopókám vége, igen. Cseréljünk fájt, Krisztián. Milyen fájt? Hát neked is van egy cigid, meg nekem is. Cseréljünk fájt. Ja igen, ez a mondat ütötte meg a szememet. Az igazgatóság mélységi ellenőrzés során áruvizsgálatra jelölte ki a küldeményt, mely során előtalálásra került. De legalább megnyugodtam, hogy megvan minden likviden, mert ott van megjelölésű e-cigi folyadék, és ebből van N+1 sor. És ez mennyire vicces, hogy egy ilyen hivatalos dokumentumon e-ciginek hívják. Igen. Semmi dohányzás imitáló elektronikus. Nekem egyébként ebben, ami megdöbbentő volt, ez a mélységi ellenőrzés. Nem. Charlie, azt vágod, hogy mi? Persze. Az a mélységi. Na, akkor mondjad. Tehát a mélységi ellenőrzés az, amikor nem a határon, hanem az ország területén már. Az ország területén már mondjuk igazoltatsz valakit, vagy vizsgálsz valamit. Tehát ez majdnem olyan ebben a megfogalmazás, mintha jött volna az autó, jött, átjött Magyarországra, egyszer csak így kiugrott egy fináns a bokorba, állj! Mélységi ellenőrzés. Kinyitották a futárautót, és azt mondták, hogy ezt nyissa ki, mi van benne, érted? Igen. Ez mélységi ellenőrzés. Szóval itt van már előttem a papír, már hogy a nyilatkozat, meg a kereskedő részéről a másik nyilatkozat, és majd szépen holnap bebattyogok a bankba, befizetem az illetéket, kérek onnan egy igazolást, hogy befizettem az illetéket, azt csatolom a nyilatkozatomhoz, a nyilatkozat aljára odaírom, hogy csatoltam, föladom tértivevényesen az egyes számú repülőtéri igazgatóság mélységi felderítő járőr ellenőrzési és kockázat elemzési osztályára, és várok. Remélem, addig nem bújjon meg a likvid. Küldhetnél nekik egy e-mailt is, benne kicsit átdolgozott Csillagok háborúja azon jelenetét, amiben maguk nem ezeket az elikideket nem keresik. Ezeket a robotokat keresik. Gondolkoztam én is rajta egyébként, de azt mondja, hogy van itt egy ilyen passzus, hogy hol van, ahol élhetek a
Igen. Kell a postai feladóvevény, a terhelés napján kell bankszámlakivonat, bank által cégszerűen aláírt példánya, a terhelés megtörténtéről szóló banki igazolás, és ha ezt elmulasztom, akkor még mulasztási bírságot is kapok. Aztán mit írtak még? Ja igen. A fellebezés benyújtásának a bekezdés alapján szóban, figyeld, hangkapcsolatot biztosító elektronikus úton, ideértve a telefont vagy írásbelinek nem minősíthető elektronikus úton, nincs helye. Nem küldheted el e-mailben. E-mail az írásbelinek minősül, nem? Írásbelinek minősíthető elektronikus út, szerintem... nem tudom. Szerintem az minősíthető nekik írásbelinek, aminek az alján te szignózod kézzel a papírt. Nekik az én az nem írásbeli. Tudom, mert mi annak idején fölkerekedtünk, és személyesen ott a reptéren leadtuk a fellebbezésünket. Lehet egyébként, hogy akkor én is ezt fogom csinálni, mert gyakorlatilag közelebb van, mint hogyha autókázok itt a postára meg vissza. Bemehetsz az ogyi raktárba, és megsimogathatod a likvidjeidet. Vagy csak legalább egy fotót, gyerekek, engedjetek meg egy fotót, egy közös képet. Egy szelfit, hogy csinálják egy szelfit. Hadd simogassam meg a tekintetemmel a dobozt. És a legfurább a namiben, történetben, hogy ne térjünk ki arra, és senki ne trollkodjon, hogy kereskedelmi mennyiség, mert hisz nincs leírva sehol, hogy kinek mi a kereskedelmi mennyisége a likvidből. Akadjunk csak fönn azon, hogy EU-n belül vásároltam, és ehhez kinek, és mi köze van. És ha valaki azzal jönne, hogy de ezen a címen van cég is, meg magánszemély is, és akkor képzeld el, hogy eljutott hozzám az info, hogy tőlem függetlenül teljesen más magyarországi címre ugyanígy postáztak, még a mennyiség se stimmel, és azt is megfogták. Úgyhogy brace yourselves, the winter is coming. It's coming, igen. Okosba, jön a tél okosba. Ez tök jó adás cím lehetne. Jön a tél okosba. Kíváncsi leszek egyébként, hogy az Ogyi mit hoz ki, és ezért is írtam föl a papírra, remélem nem tartják tiszteletlenségnek, hogy a termékek összetétele a címkén megtalálható. Mert én nem voltam annak a híve soha, hogy mit tudom is, én oldjuk meg okosba, és írd rá azt, hogy áruminta, meg írd rá azt, hogy mit tudom is én, gépzsír, meg akármi, írd azt rá, ami van benne, abból senkinek nem lehet gondja. Hát de, csak most nem valótlan adatközlés lesz, hanem valami egészen más, de hát ez nekem egy amolyan küldetésem. Ráírták volna azt is, hogy málna. Na, erről nekem van egy... aranyos történet a tarsolyomban. A romániai cég rendelt aromát, e-liquidhez való aromát, és... Hol van? Ja, a medveköztársaság. Medveköztársaság. És akkor nézegettem, érted, a partnercég weboldalát, és akkor látom, hogy van ott egy ilyen aroma, hogy marihuána. Én mondom, ez de kurva érdekes lehet. Írtam a kínai partnernek, hogy hát ezt a marihuánából egy, mit tudom én, egy szemplert küldjön már be. Mégis vajon milyen íze, illata lehet egy marihuánának? A poént azt nyilván nem lövöm le azzal, hogy semmi köze nem volt semmihez. Azt hittem, hogy majd valami zöldség illatú, vagy nem tudom én. Akármi lesz, hát ez nem is tudom, tehát mindenre hasonlított, csak éppen arra nem. Na és leírtam neki, hogy hát ne így jöjjön már a cucc, hogy marihuána, érted, mert román komandósok rám rúgják az ajtót, hanem nem tudom, írja rá azt, hogy happy green. Na mit gondolsz, hogy jött be? Marihuána. Úgy jött be, hogy az üvegen ez volt, szó szerint idézem, cannabis, zárójelbe marihuána, zárójelbe happy green.
Ugyanez a számlán tételesen. Ó, édes Istenem. Figyelj, mújó gép közelben vagy? Tehát gép előtt van? Nem, Charlie, nem. Nem, az egy telefonom például, ahogy szoktál néha. Ne, igen, gép. Lesd meg a csatablakot, légy szíves a Skype-on. Skype-on megvesem a csatablakot. Group call. Na, group call. Ez van. Remélem hangosan felkacagsz majd. Nem, nincs itt semmi. Én sem látok semmit. Várjál, ez... Én kérek elnézést. Ide akartam, ebbe a group call-ba. Gyanús is volt nekem, hogy más a logó. Na most már meg kellett kapjatok. De figyelj, ezt valamelyik podcastbe is olvastam. Igen, csak a mai beszélgetés kapcsán, amit a cseten műveltünk ott többen magunkkal, ez is... Meg hát, amit Ildikó anyánk, ős anyánk mondott, ugye, hogy a nikotin rákkeltő, és most hirtelen valaki elküldte nekem nikoret.hu, tévhitek a nikotinról. Tévhit, a nikotin rákot okoz. Tény, a nikotinról nem bizonyították, hogy rákot okoz. Hát ez a nikoretté. Igen. Ezért ja, de van biztos másfajta attabban. Nem rákot okozó. Ebben happy nikotin. De nem, hát de nem, kis, ezt jól mondják. Kis cicák és kis kutyák nem, mellett nevelt nikotin van benne. Itt ugyanazt mondják, mint amiről mi beszélünk, tévhit. Igen. A nikotin okozza a dohányzással összefüggő betegségeket. Is. És mint Chuck Norris... Köszönöm, ezt hamarosan föl fogom használni. Ezt mint Chuck Norris kétszer. Ja. Na, úgyhogy elkezdődött a kálvári, aztán majd meg látjuk, hogy mi a szent Habakuk lesz. Na, de hogy belecsapjunk a lecsóba, és evezzünk ezen a gyors sodrású hegyi patakon, megjött a Lifehush adatigénylésedre a válasz. Az a, meg. Lebuktak. Ha jól láttuk, és itt már nincs mellébeszélés, keménység van, mint a kád széle, és megválaszolták, hogy ki volt az, aki megrendelte mind a cikket, mind a többi kérdésedre is megkaptuk a választ. Halleluja! Elfogadtad egyébként? Amen. Nem fogadtam még el, mert lesz egy kereszt kérdésem. De ha gondolod, megosztom az emberekkel a válaszokat. Jó. A kérdés ugye úgy szólt, hogy intézményük, az egész kiindulási alapja ugye az volt, hogy te felvetted a kapcsolatot a Lifehu-val, illetve ezen keresztül az Origóval, és nem voltak hajlandóak neked kiadni. Akkor én leszek a most a kérdező, volt. Jó, hogy meglegyen a párbeszéd. Intézményük melyik osztályának megbízásából jelent meg a fent nevezett írás? A Lifehu-n megjelent cikk a Nemzeti Egészségfejlesztési Intézet támob 6.1.3.b kötőjel 12/1 kötőjel 2013 kötőjel 0001 számú népegészségügyi kommunikáció fejlesztése című kiemelt projekt megbízásából jelent meg. Mennyibe került fent nevezett írás leközlése? A szerkesztőségi cikk bruttó ára 88.900 forint. Ahogy az írás végén is olvasható, a cikk megjelenését a Széchenyi 2020 program támogatta ennek fényében. Melyik Széchenyi 2020 pályázat keretében valósult meg ez a támogatás? Lásd az első kérdésre adott választ! A pályázat mely céljaival van összhangban fennnevezett cikk leközlése? A projekt alapvető célja, hogy javuljanak a magyar lakosság egészségmutatói, hogy szöveghűen idézzek, egészség műveltsége. Álljunk meg egy szóra. Úgy új szót tanultunk, ezt a köztudatba kell ültetni. Egészség műveltsége. Egészség műveltsége. Erre mit mondaná, hogy hívják, Boborján, vagy ki a túró a... Normális. Az egészség az nem művellődik. Na, igen, köszönöm, tehát, bocsánat. Egészségműveltsége. A dohányzás elleni küzdelem, a leszokásra való ösztönzés témája a Nemzeti Egészségfejlesztési Intézet számos kampányában megjelent. Továbbá,
A cikk miért hagyta figyelmen kívül azt a több tucat nyilvánosan elérhető kutatási anyagot, amely a cikkben megfogalmazottak ellenkezőjére szolgál bizonyítékul? Illetve, hogy fér össze véleményük szerint intézményük célkitűzéseivel a tények nem teljes valójukban történő, a rendelkezésre álló kutatási anyagok közül kizárólag a negatív példákat megemlítő elferdített tömegtájékoztatás? Intézetünk a rendelkezésre álló legfrissebb nemzetközi kutatások adatok áttekintése alapján alakította ki szakmai álláspontját az e-cigarettával kapcsolatban, amelyről részletesebben az alábbi összefoglalóból tájékozódhat, és itt link a mindannyiunk által ismert förmedvényes pamfletre a dohányzásfókusz.hu honlapján. Hát így, ez jött. Igazándiból két dolog van ebben az egészben. Az egyik, hogy megtudtuk, meglepő módon az OFI, illetve mostani átkeresztelkedése után a NEFI. Milyen aranyosan hangzik ez, hogy a NEFI aztán közül mekkora trógerek áll emögött az egész történet mögött, ami azért jó, mert így most már célzatosan tudjuk, hogy ki ellen kell panaszt tenni majd a megfelelő hatóságoknál. Jipi! Egyébként az azt hiszem, hogy tegnap előtt, vagy nem tudom már mikor, de mostanában a héten volt a Balónak a műsora, és abban szóvá tették a Nemzeti Egészségprogram vonatkozó részét a dohányzásról való leszokással kapcsolatban, és ott is hangzottak el érdekes dolgok. Aki tudja, az nézze meg az archívumban. Nekem két kérdésem maradt egyébként ezzel az egésszel kapcsolatban, tehát nem zártam le a dolgot, mert szeretnék futni még egy kört velük, mert megnéztem a TAMOP 613B12-1-2013-0001 számú népegészségügyi kommunikáció fejlesztése című pályázatot, és én abban továbbra sem találok olyan támogatandó célt, aminek ez megfelelne, úgyhogy majd tételesen felsorolom nekik, hogy legyenek szívesek, válasszák ki a rendelkezésre álló opciókból, hogy szerintük mégis melyik alá tartozik ez, illetve egy kicsit utána nézek és megkapargatom, hogy milyen fajta dokumentációkkal és beszámolókkal kell nekik alátámasztani, esetleg ha legálisan történt az ilyen típusú kommunikációknak az eredményességét, és ezeket mind ki fogjuk kérni, hadd dolgozzanak. Ezen kívül kifejezetten örülök neki, hogy kijelentették, hogy intézetük a rendelkezésre álló legfrissebb nemzetközi kutatások és adatok áttekintése alapján alakítottak szakmai álláspontját, mert erről majd egy következő részben mesélünk nektek, de ennek nagyon örülünk, hogy ilyen remekül védik az álláspontjukat. Jipi! De mostanában már akkor folyamatosan az van tényleg a szemeim előtt, hogy ott állnak csapataink, és tudod, a Szent Liquiddel meg lett áldva a Blackinek a pajzsa, és jövök a hangos bemondó a megafonnal, és szól a podcast élőben. Szent Cecília felhők szélén lógázza a lábát, és somolyog ránk. Cecília! Igen. Egyházunk védőszentje. Azért legtekint ránk, nem mondhatjátok, hogy nem. Hát de, lényeg, hogy megismételjem önmagamat, most már tudjuk, hogy ki volt az elkövető, úgyhogy nem ismeretlen elkövetőt kell vegzálnunk, úgyhogy ennek megfelelően egy kicsit megcsúsztam a GVH-s, NMHH-s feljelentős szeretetcsomag elkészítésével, mert máson kellett dolgoznom az elmúlt néhány napban, de ennek fényében akkor majd erre hangszerelve készül majd az el, és mindenki boldogan küldözgetheti. Az egyébként hatóság. Módosítasz valamit azon, amit írtunk délután? A melyikre gondolsz? Hát most már meg nem mondom neked annyi. A nagy beszélgetés? Igen. Elnézést, hogy így ilyen körülményesen fogalmazok meg minden, csak nem szeretnék lelőni előre a poént. Fogok rajta változtatni, természetesen nagyon jó feedbackeket kaptam, és annak fényében föltuningolom a dolgokat. Megmasszírozgatom egy kicsit, úgyhogy igen. Ez így nagyon rejtélyes volt. Igen, direkt ilyen rejtélyes, nem szeretném lelőni a poént, meg hát ugye hallgatnak minket, úgyhogy nehogy idő előtt lélekben rákészüljenek a reájuk váró fekete levesre. Ja, még eszembe jutott kis offként, hogy az a kép, amit küldtem neked két napja talán, mikor Andorral ülünk a kocsiban. Aha.
csókoltatunk innen is, és Andor azt mondta, hogy a francba, hogy sötét van, mert kimehettünk volna a szecska elé egy selfit csinálni, hogy elbújtunk, mújó, keres meg minket. De nem is ez a lényeg. Odaadtam Andor, hát nem oda, ez így túlzás. Visszaadtam Andornak a Hellfire-jét, és mondtam neki, hogy valami bottom feedert hozzá, mert van nálam egy kazán, amit rátekernék, és addig, amíg össze nem építem a sajátomat, addig pont jó lenne a tied. Készségesen képzelt hozott kettőt, és már majdnem eltettem, és aztán elmondom, azért fölpróbálom rá, hogy milyen. És olyan volt a bottom feedernek a fészke, hogy tudod, kéne folyjon a lötyi, és volt egy kis vájú neki. Na hát a vájú csak egy milliméterre volt kisebb, mint az én kazánom, úgyhogy könnyes búcsút vettem tőlük, kipróbálás nélkül visszaadtam Andornak, pedig ő oda akarta adni, és akkor azóta így nincs bottom feedelgetés, csak ezzel a szegény gyerek bottom feederével, amit a kínaiak küldtek. Meg mindig jobb, mint hogyha fényképet kaptál volna, mint Andor. Nem, várj, azt az Andor küldte. Andor küldte. A bottom feeder mindenit. Na, menjünk tovább akkor, mert van itt egy teaser is, amit pörgettünk egy pár hete, ugye, hogy a videót letiltotta a Facebook, és aztán indult egy petíció, hogy már pedig ezt engedjétek vissza. Ez a Billion Lives videója, és ezt most nem is játszom be, mert akkor megszólal itt a hang, de nézzétek meg azt a teasert, és osszátok meg bátran az ismerősökkel, ha még le nem tiltottak titeket az üzenő falakról, mert ez is kardinális kérdés volt, hogy ki mennyi ideig, miért teszi fel a trikolort, és miért nem tette föl az orosz zászlót. Embereknek egyébként mire nincs idejük, szóval az valami félelmetes komoly. Én azon gondolkoztam, hogy ez csak nálunk volt-e ilyen kardinális kérdés, hogy orosz zászlót nem tudott föltenni, és bezzeg a rablókapitalista franciát föltetted, és ezzel nem mutat ki semmit. Irigylem őket, hogy ez a legfontosabb dolog az életükben. Sajnos megint egy pár emberre kevesebb lett az ismerőseim között. Ezt te így szoktad gyepálni őket egyébként? Hát figyelj, most miért vitáznék vele, vagy velük? Minek? Nincs értelme. Hulljon a férgese. Én egyébként senki előtt nem szeretnék magyarázkodni, hogy mikor milyen színű csíkokat, ugye én előszeretettel teszek föl sok színű csíkos dolgokat a profilképemre, de amikor az ember ilyen három környékén arra ér haza, hogy a Párizsban lévő élő ismerősei jelölgetik be, hogy ők életben vannak és minden rendben van, akkor ez egy kicsit egészen más megvilágításba teszi és helyezi ezt a dolgot, és az ember, ha uram, bocsánat, hadd fejezze már ki innen távolról is szolidaritását a Párizsban élő ismerősei felé. Speciál Oroszországban élő ismerőseim nincsenek. De hát ez is egy olyan dolog, hogy... A kettő egyébként bizonyos szempontból azért, hogy mondjam... Más. Nincsen párhuzamban. Egyrészt ugye ott még napokig kérdés volt, hogy az most merénylet vagy nem merénylet. Most tegnap jött a hír róla, hogy robbanóanyagot találtak a roncsok között. Igen. Úgyhogy most megvan a válasz bizony. Tehát gyakorlatilag most tisztázódott a dolog, sőt, azt hiszem az első napokban konkrétan tagadták, hogy ezt. De akkor ezek szerint nem lőtték le? Igen, bombát találtak, és valami olyasmit is hallottam, hogy pár dollárért a csomagvizsgálók elfordultak, tehát most gondolj bele, adsz neki 20 dollárt, és azt akármit fölvihettél volna a gépre. Ezzel az elikvided. Azt megfogják. Azt meg a vidas kurva faszba. Szóval ez az egyik. A másik az, hogy az üzenet jellege egész más a két támadásnak. Akkor ezek szerint most már tudjuk, hogy az orosz gép is támadás áldozata lett. És most én nem akarok ilyenekkel példálozni, hogy hol hányan haltak meg, hanem azért basszus az, amikor egy szórakozó helyre bemegy valaki népet írtani, vagy egy repülőgép
cseppet robbant föl, az nyilvánvaló, hogy az egyik, az a gyakorlatilag egy országot félemlítenek meg. Nem csak egy országot, hát magát az Uniót félemlítik meg. Az orosz gép elleni terrorakció azért Európának nem egy ilyen üzenet. Ott konkrétan az oroszoknak üzentek ezzel. Én azt tudom egyébként, hogy az orosz merényletet magára vállalta. Természetesen, igen, magukra vállalták. Valamelyik terrorszervezet, de akkor magukra vállalták. Tehát itt az, szerintem az üzenetekben van a különbség. Tehát az, amikor már szórakozni sem tudsz elmenni felhőtlenül, és mondjuk ez olyan hullámot indít el, hogy Hódmezővásárhelyen fegyveres katonák járőröznek, azért az már nem a vicc kategóriája. Hát nem. És tegyük hozzá, hogy a Bataclannak a, mint utóbb kiderült, a biztonsági főnöke egy ugyan francia ember volt, de a felesége magyar, egy gyerek itthon, a másik a nő hasában, úgyhogy hát ez dobta nekik a gép. És megdöbbentő egyébként látni a halottaknak a profilképeit, így valahol láttam összeszedve. Nagyon megindító, vagy morbid, vagy nem is tudom, hogy fogalmazzak ezzel kapcsolatban. Egyébként Boris megfejtette, hogy ha Slayer lett volna, hogy akkor ott biztos nem ez történik. Én ráfűztem gyorsan, hogy akkor, hogy a gitárosnak, nem tudom, emlékeztek-e, volt egy akkora csuklószorítója, csuklójától a könyökéig, és szöggel volt kiverve. Na hát, az simán megforgatta volna bennük, de hát ez természetesen vicc, ott nem lett volna ilyen. Vagy Henry Rollins, aki ugye arról híresült el, hogy az egyik koncerten lehuppant a színpadról, és kipenderítette a koncertjére érkező neonácikat saját kezűleg. Azért oda is kellettök, nem? Igen. Amit... Várjál, hol volt az? Ez nem az, az sem az. Ma hallgattam egy ilyen biztonsági szakértőnek a nyilatkozatát, és ő egyértelműen megmondta, hogy Európának gyakorlatilag meg kell tisztítania önmagát. Tehát most francia, német, mit tudom is én, akármilyen ország, amelyik sok bevándorlót fogadott be, végig kell menni, igazoltatni, van tartózkodási engedélye, nincs, regisztrált, nem, kifelé. Tehát egyszerűen nem lehet ezzel együtt élni másként. És tudjátok, hogy mi volt az érdekesebb az interjúban? Hogy azt mondta, hogy Magyarországon már egyszer csináltak ilyet. Úgy, hogy én se tudtam róla, meg gondolom ti se. Hát de mit? A szerb-horvát háború után gyakorlatilag 350 ezer embert vittek le a szerb határa. Olyanokat, akik a háború alatt átjöttek, és mindenféle indok és tartózkodási engedély, és nem tudom én, minélkül voltak az országba. És megfogták, és visszavitték őket. Háború vége, hello, ennyi. Meg nyilván egy jó részük visszament önszántából. Meglett közben István, vagy hát Borisnak a kommentje, mert ugye a End of Death Metal együttes volt az, aki játszott ott, és ott volt egy cikkben, hogy szóval, ha másadott volna teltházas koncertet aznap este a Bataclan klubban, akkor az ő közönségük közül hal meg 89 ember, akik szintén rossz helyen voltak rossz időben. Erre annyit fűzött rá, hogy hát ha Slayer koncert lett volna, akkor először a közönség szopatja könnyesre a kecskebaszókat, majd utána Kerry King bassza őket segbe a szakállával. Hát nem biztos. Igen, ez a mindig az a jelenet jut az eszembe ilyenkor az Indiana Jones első részében, amikor ott berohan a piac térdel. Igen, a pisztoly, akkor oda jön a kardel, és a tizé lóbál az meg, előveszi a pisztolyt, tudod, és lelövi a picsába. Kész.
sóhajt egyet, tudod, ez a tökunat pofában, kurványán, dur. Egyébként pont ez alatt a bejegyzés alatt van egy másik, amit nekem küldött el névtelenül egy ember, ezt is kitárgyalhatnánk egyébként, egy írásbeli figyelmeztetés. Ó. Munkavállaló részére. Ja, tényleg. Tisztelt XY, akár Bonc Géza is lehetne, ha még élne. Hivatkozva alábbi indoklásokra írásbeli figyelmeztetésben részesítem. Felhívom figyelmét, hogy munkavállalói kötelezettségeinek többszöri megszegése a munkaviszony megszűnését vonja maga után. Indoklás. 11-én felettesei, konyhafőnök, műszakvezető, szakács többszöri figyelmeztetése ellenére konyha területén elektromos cigarettát szívott, és szóbeli figyelmeztetésre nem megfelelő hanggal és stílusban reagált. Na, hát ezt is megértük. Bájos. Illetve annyit fűztem még hozzá, mert itt ment adok kapok oda-vissza, hogy hát tulajdonképp konyhában nem lehet, meg itt nem lehet, meg ott nem lehet. Annyit írt még nekem a srác ezzel kapcsolatban, hogy a házi rend nem tiltotta az e-cigi használatát, nem a tűzhely mellett, hanem a konyha egyik előkészítő helységében használtam, a vezetőnek adott válaszaim pedig minden esetben kulturáltak voltak. De hát most voltak itt más konyhában dolgozók, akik mondták, hogy de hát itt nem, meg ott nem, meg a... Hát én is mondhatnám, hogy azon is elgondolkozok, mikor látom, hogy a pizzériában kint fújja a cigit a szakács, a koszos ruhájában ül a járda szegélyen, majd utána visszamegy, és akkor elgondolkozom, hogy azzal a retkes ruhával, amivel a kövön ült, abban dolgozik-e, meg hogy kezet mosott-e a cigarettázás után, tehát azért ez tök mindegy, hogy hol szívja az ember és mit. Felhordja markolással a pizzádra a dohány specifikus nitrozaminokat. Na ennyi. Hát erről az elbocsátásról nekem az jutott eszembe, amikor még ifjú duhajkoromban, nem épp a szakmámban, de egy 0-24-es autómosóban dolgoztam, és frissen alakult a gárda, és első munkahelyem volt kvázi, úgyhogy nagyon kellemetlen és nagyon nehéz volt, de nagyon lelkesen csináltam. És egészen addig, amíg ez egy ilyen hálózat, autómosó hálózat volt, és az egyik helyről elküldték a műszakvezetőmnek egy cimboráját, mert kicsit kelleténél jobban szerette emelgetni az italos poharat, és nem kifejezetten megbízhatóan végezte a munkáját, és aztán kikötött nálunk, ahol ez nem volt szempont, és másnap behívott a műszakvezető, és azt mondta, hogy hát arról van szó, hogy mivel nekem nincsen családom, ezért velem okozza a legkisebb problémát, hogyha elbocsájt. Aztán így, hát érted, vagy sapka, vagy nem sapka, tök mindegy. Szerelmes kenyér. Hát ez nehéz döntés, Krisztián, ezt te is beláthatod. Nyilvánvalóan nehéz döntés, és álmatlan éjszakákat okoz, hogy a munkáját jó végző embert tartsd meg, vagy a link alkoholista haverodat. Természetesen nyilvánvalóan a link alkoholista haverodat kell megtartani. Nem tudom, én tudok erre ellenkező példát mondani, ha érdekel. Persze. Az egyik ismerősöm egy nagy nemzetközi cégnél pályázott meg egy állást, és ilyen többkörös volt oda a pályázat, és az utolsó előtti körben már tudta, hogy 10 vannak bent, és hogy egy ember az a cégvezető helyettesnek az unokaöccse. Tehát már akkor ilyen szinten ismerték egymást, mert hát ugye előszobáztak meg. Együtt voltak egy ideig mindig a fölvételinél. És akkor a végén ketten maradtak. Ő meg ez a gyerek. És behívták a barátomat, ott már nem kérdeztek semmit. Csak bedobtak a szoba közepére egy macsetét, és sokat sejtető mosolyak kisétáltak. Egyedül nem tudom én, a PR főnek kérdezte meg, hogy mit csinálna, ha megnyerni az állást. És akkor ő tök spontán mondta, hogy hát rettentően örülnék neki. És azt mondta a ficka, hogy föl van véve. Ugyanis a srác, aki előtte bent volt, és valakinek a valakije volt, az egyből azzal kezdte, hogy hát hazamennék, összepakolnám a legszükségesebb dolgokat, készülnék a másnapra,
És azt mondta neki a fickó, hogy te figyelj, még örülni se tudnál neki? Tehát, hogy ez meg egy milyen jó megítélés volt a részükről, hogy már úgy is tudták, hogy szakmailag itt mind a kettő valószínűleg alkalmas, de hát bassza meg, aki még örülni se tud annak, hogy elnyert egy állást, az ne dolgozzon itt másnap, érted? Tök jó volt. Erről meg az jut eszembe, hogy néhány évvel ezelőtt az egyik magyarországi ügynökségnél volt alkalmam interjúztatni webfejlesztőket, pályakezdő webfejlesztőket, és jött a srác, és viszonylag hamar és rövid időn belül kiderült, hogy igazándiból semmiféle gyakorlata nincs ebben a kérdésben, úgy nagy vonalakban tud programozni, de így konkrétan weboldal specifikus fronton túl sok ismeretanyaga nem gyűlt még össze, akkor már egy kicsit így emelgettem a szemöldökömet, de hát mondom, jó van, pályakezdő azért, hogyha vannak kvalitásai, akkor csak-csak beletanul, majd valahol 2-3 mondattal később elkezdett ilyen rendkívül fellengzősen beszélni arról, hogy hát igazándiból neki nem is élet célja az, hogy ő weboldalakat csináljon, mert ő arra vár, hogy Svájcba kihívják el valami speciális SAP problémákat, gazdasági problémákat, SAP problémákkal összevegyítve nagyon bonyolult matematikai modellekkel azonnal tud megoldani, és így ilyen dolgokat. Édes Istenem, ember, akkor te mégis mit keresel itt? Hát nem figyelj, főtve volt az iroda, elszórakozta az idejét, értem, most menjen moziba, hát az pénzbe kerül, ez meg ingyen volt. Jó napot, van állás, igazából nem szeretnék itt dolgozni, de azért rabolnám egy óráig az idejüket. Köszi, persze, gyere, fáradj be, mesélj még. Én azért arról tudnék mesélni, hogy mondjuk egy rendelőintézetben hány indokolatlan beteglátogatás történik naponta. Érted? Mert otthon hideg van, unatkozik, nem tudom én, akármi, és akkor tudod, oda megy a kartonozóba, ugye már nem kartonozó, hanem a betegirányító pulthoz, oda megy, és akkor mondja, hogy kis doktor bent van, nincs. Hát akkor a nagy doktorhoz, az sincs. Akkor a fekete doktorhoz, akkor a fehérhez, tök mindegy, baszik, csak valahol adjon már, nem tudod. Megvárom a következő orvos. Hát ez hihetetlen. De a legdurvább az volt, amikor az orvosnak az anyja ült kint a váróba, és közben nyomta a betegeknek. Nagyon jó a doktor úr, nagyon jó a doktor úr, 5000 forintot szoktak neki adni. Értem. Jaj. Ez valami hihetetlen. Mondjuk ez nem Szegeden történt meg, de az országban megtörtént esetről van szó. És kinnült a mama, és minden betegneket fölvilágosította arra, hogy mennyit kell adni a doktor úrnak, és nagyon jó. Ha már kórház. Ez is remek történet. Nemrégiben voltunk a volt MÁV kórház, most Honvéd kórházban látogatni. Pláza, én csak úgy hívom, hogy Pláza kórház. Igen? A Pláza kórházban? A Pláza kórházban voltunk nemrégiben látogatni egy rokont, és kiderült, hogy valamiért néhány hónap ezelőtt azt a rendkívül elmés szabályt hozták, hogy látogatási idő kizárólag hétköznap délután 4 és 6 között. A hétköznapban most nem vagyok biztos. De figyelj, de már ez mekkora marhasság, hiszen azt hiszem mindenhol bármikor mehetsz, hát kivéve az intenzív osztályt. Itt nem, ez Honvéd kórház, figyeljél. És megpróbálunk bejutni a kapun, és ott ilyen nyugdíj korabeli, ilyen kis ajtón álló idősebb emberkék, semmi rosszat nem akarok róluk mondani, tényleg csak a dolgokat végzik, és hát nem lehet bejönni. Szót követett, egy kicsit trükközött az egyik rokon, és meggyőzte őket, hogy engedjenek be minket. Nem tudom én, ilyen fél hét magasságban, de könyörgöm, hogy 4 és 6 között mindenki dolgozik, hát hogy a viharba menjél látogatni. Lényeg, hogy följutottunk, ott volt a látogatás, és egy ilyen 3/4 óra múlva jön egy ilyen látszólag lila fejű, agyvérzéssel küzdő biztonság is ember. Hát most már, és akkor így látszott, hogy elharapja a mondatot, és nem valami nagyon csúnyát akart mondani. Legyenek szívesek, távozzanak! Fejezte be a mondatot. És visszajött 2 perc múlva, hogy most akkor már tényleg takarodjunk, és így jött, mint a kiskutya jött a sarkunkba, és ellenőrizte, hogy tényleg elmegyünk-e, és irgalmatlanul fontosnak érezte magát, és mi, mint hogyha nem tudom én, a nemzet aranykincsét próbáltuk volna elrabolni, vagy nem tudom, hogy milyen kényszer képzetei voltak. Minden esetre mentünk lefelé, és ő ott mondta a litániát, de ezt így nem lehet 4-től 6-ig lehet, és hogy képzelik, és különben is, és akkor így
próbáltuk mondani, de mégis hogyan lát? Az nem a szabály, a szabály, a szabály. Hát ilyen jó rugalmas katona módjára mondta, hogy a szabály, a szabály. És jött egy mellette, nem hozzá tartozott, csak éppen velünk jött a liftben egy doktornőnek tűnő, de igazániból ez nem derült ki, de hogy egyenruhában volt, egy ilyen komolyabb, idősebb hölgy, és a végén ő sóhajtott egy kurva nagyot, és mondta, hogy ezek szerint nem tudnak róla, hogy a beteg orvosától lehet kérni papírt, hogy soron kívül bármikor a papír birtokában bejöhessenek látogatni, ezt intézzék el, és akkor onnantól kezdve minden sinen lesz. Persze ez a 4-től 6-ig, ez agyrém, stb. És akkor így lehetett látni, hogy a portás manusnak így mindjárt még jobban eldurran a feje. És aztán, hogy be is fejezem ezt a történetet, pár nappal később Kinga ment látogatni már ennek a papírnak a birtokában, és ugyanaz a manus így. Lejárt a látogatási idő. Itt a papírom. Milyen papír? Hát ezt meg fogjuk szüntetni. Fölegérte. Tudod, mindig a takarítónő, meg a portás a legnagyobb úr. Ja. Na de hogy visszaevickeljünk az on topic medrébe. Egy fontos kérdést szeretnék megvitatni veletek, ugyanis kicsattant nevet nem mondok. Nem megyek veled sárfürdőzni, Sárvi, nem. Most lett elegem a magyar vaper társadalomból. A társadalom erősen macskakörmök között van. Két nagyobb külföldi Facebook csoportba ki lett téve egy angol link a petíciónkkal, és valaki ráírt, hogy szedje le, mert nem akarunk aláíratni külföldiekkel. Mi a véleményetek erről? És most gondoljatok arra, nevesítem, ez Zentainak a From Hungary with Anger nevezetű, kezdetű angolra fordított szövege, ahol a Goebbelsi kampány, ugye ez is szerepel benne, az zseniális egyébként. Na, de szóval figyeljetek már, hát valaki lefordította angolra, kint van egy vapers.org.uk-n, és akkor mi ne osszuk másnak? Én nem írhatom alá önálló személyként a saját petíciómat, akár magyarul is. Tehát itt ebben az országban olyan jól menő kereskedők vannak, hogy nekik erre nincs szükségük. Mert hogy nekik mondjuk esetleg nem lehet olyan vásárlójuk, aki külföldről vásárol, és ez egy ilyen ad abszurdum, lehetetlen dolog, hogy idejön, aki egyébként tényleg idejött, egy amerikai katona, és rám ír, hogy hol tudna likvidet venni. És mi van, hogyha az megtudja, hogy itthon ilyen a helyzet, és támogatni kíván minket? És miért van az, sok a kérdésem, miért van az, hogy ha valaki betesz egy nemzetközi fórumba egy amerikai petíciót, azt akkor én zokszó nélkül aláírhatom. Mi meg annyira tudatosak, öntudatosak vagyunk, hogy a milyenket csak magyar írja alá, fedhetetlenek legyünk. Miért vagyunk ezért kevésbé fedhetetlenek? Én kurvára osztani akarom, és osztottam is, ezért mondtam neked azt a képet, tudod, amit megcsináltál angolul is, azt napjában kétszer-háromszor nyomom a Twitter csatornán is, a Facebookon is, mindenhova beraktam, ahova csak tudtam. Egy rohadt csegevara vagyok. Hát itt két dolog van alapvetően szerintem. Az egyik ugye alapvetően a hazai politikai nyomás gyakorlás az eredendő célja a petíciónak. És hogyha itt túlnyomó többségben elkezdenek külföldi aláírások szaporodni, akkor ez valamilyen szinten aláshatja a mögé gondolt érvrendszert, vagy a felhasználási módozatait és lehetőségeit az egész kampánynak. Van egyszer egy ilyen olvasata a dolognak, amely szempontból akár meg is érteném azt, hogy külföldiek ne írják alá, viszont onnantól kezdve, hogy angolra lefordítva idegen ajkúak között terjesztjük a felhívást benne a hivatkozással a petícióra, onnantól kezdve, meg mégis miért ne. Szóval én nem tudom. Nem mered kimondani, jó, oké. Krisztián elmondta a két végletet. Én meg azt gondolom, hogy miért ne írhatná alá.
Tehát, hogyha ő is ezen a véleményen van. Egyébként nem tudom, hogy ezt a petíciót most akkor tételesen végig fogják nézni. Én nem tudom. Hát, na. Tehát ott gyakorlatilag van egy számláló, azt kell látni, hogy az a számláló az növekszik. Tehát én már aláírattam az összes elérhető családtagommal, rokonommal. És tegyük hozzá zárójelbe, hogy megfeszülhetsz te, aki nem akarod, hogy aláírják külföldiek, és hiába nem osztom én meg, mert lojális vagyok veled, de ha rám ír, és csak betűt mondok, Mihai V., aki egyébként Romániában van, de gondolom Erdélyben, mert magyarul ír rám, és annyit ír az ECIGI tesztek oldalra, hogy megkértem a románokat is, hogy segítsenek szavazással, aláírással, akkor ezzel nem tudsz mit kezdeni. Hiába mondod itt, hogy ne írják alá. Ez egy ami fönn van az interneten, az ott önálló életet fog élni. Ez így van. Tehát az, mint ahogy aláírhatnám én is, még a húgom nevében, meg a két egyéves, meg a három éves, meg az öt éves, tököm tudja hány éves gyerekek nevében, de nem írom alá, ennyi tartás mindenkiben van. Viszont, hogyha van egy ismerősöm, aki, ne adj Isten, itthon, nálunk állomásozó katona például, mint aki engem is megkeresett az amerikai nagykövetségről, hogy hol tudna likvidet beszerezni. És ha ő megkérdezi, hogy mi ez a helyzet, most olvastam a vapers.org UK-n, akkor elmondom neki, és megmondom, hogy szapportálj minket, írd alá, légy szíves. És alá fogja írni. Én meg nem fogom meggátolni benne. Tehát ne legyünk már akkora urak, hogy... És szerintem, tehát ne legyenek tévképzeteink, most nem az lesz, hogy ezen fog pörögni az amerikai vaper társadalom, és aláírják 500 ezeren. Aláírtuk 5000 környékén, most talán kicsivel több. Több volt. Jó. Az már az régen. Majdnem 6000. Jó, azért mondom, kicsivel több, és hogyha még aláírja 100 ember, na mi van? Akkor mi van? Akkor lesz, most mondok valamit, 5000 helyett 5100. Én azt mondom... Majdnem 6000, több aláírást. Tessék? Több aláírás, tessék menni aláírni, még csak 6000. Na jó, csak érted, mi elvárjuk, hogy mindenki pörgesse magát a dolgokon, az közben, mikor meg valakinek van egy ilyen ötlete, hogy kirakom az angol, mi is mennyi külföldi petíciót írtunk alá? És rengeteget. És annak mindenki rohadtul örült. Már csak ennyi, hogy benne legyünk a köztudatban, hogy a magyaroknál is szar a helyzet. Srácok, írjátok alá. És én most tényleg nem tudom, hogy most akkor ki, és akkor elkezdek tanulni, és kifogásról. Na, állítsd le magad, kezd előről. Tehát én most akkor végképp teljesen fogalmam nincsen, hogy ki kifogásolta a kinek a kiét, és de miért. De tök mindegy, nem akarok neveket mondani, mert mindenkit ismerünk, majd adáson kívül elmondom egyébként. Az a lényeg, hogy... Én csak ott szeretném sommázni, hogyha nem akarjuk, hogy külföldiek aláírják, akkor ne terjesszünk angol nyelven különféle külföldi csatornákon felhívásokat, és akkor ennyi. Persze, ez zárjuk be az országhatárokat, úgyis már egy csomó helyen szöges drót van, azt mindenki dögöljön meg a picsába, és majd mi is, igen, és akkor mi majd elpuffoghatunk, hogy rajtunk senki nem segít. Hát, így nehéz. Hogyha azt se fogadjuk el, hogyha valaki segítő jobbot nyújt. Tök mindegy, hogy mindenki beszél itt egy páneurópáról, meg az anyám kínjáról. Hát így nehéz, fiúk. Ha én szolidaríthatok valakivel, hogy kirakom az avataromnak a francia trikolort, akkor ennyivel szerintem rajtunk is segíthetnek. Úgyhogy támogatom. Hát így. De jó, most én vagyok a köcsög? Nem, én ezt nem mondtam. Én direkt ezért próbálok ilyen diplomatikus maradni. Krisztián nem mondta, gondolja, de nem mondja. Tehát ennyi. Nem. Kicsit kellett, gyakrabban találkoztok késő este az Andorral a Széchenyin. Nem gondolok semmi. Kicsit gyanúsan gyakrabban találkoztok. Közvetlen a gőz mellett. Már fejleszteni se kell, mert ott van magától. Lebeg a vizek felett vala.
Ha visszakanyarodhatunk az on topichoz, kiírta be a breaking news-t. Fifika. Akkor annyit fűznék hozzá, hogy ezt vettem észre egyébként én is a kedvenc, az egyik kedvenc, így a megfelelő angol shopomba, a Vape Club CO-UK-n, hogy onnan is eltűnt az, ami annó problémás volt. És akkor most fejtsük ki, hogy mi is ez? Nem én írtam be. Hát, én de jó, hallod, másik csinálom úgy, hogy csak félretájékoztatom. Végig hallgattam, hogy mit... Ja, várjál, látom, a kis négy szemű írogat nekünk ide. Aha. Hallod, akkor máskor is ez volt, tudod, te voltál? Én nem. Ki volt? Én biztos te voltál. Az a köcsög mújó. Az közben itt meg Blacky írogat. Aha. Blacky meg mi meg egymásra kenjük ki írtát. Én végig hallgattam Breaking News, biztos jó lehet. Na azt mondja, hogy de ez még annyira új, hogy most kezdem el szemfordítani. Az nagyon jó. A Five Pounds-t több millió dollárra perelik az amerikai e-cigi felhasználók, és erről van itt egy reddites komment thread. Hazudott ennek, hazudott annak, már hogy itt szervezeteket mondanak, és tele van rövidítésekkel, amiket én most nem tudok fejből megmondani sajnos, hogy milyen szervezetet akarnak, pedig nagyon sok három-négy betűs rövidítéssel találkoztunk már az amerikaiaknál. Na szóval igen, erre fűzök vissza, és ezt majd jövő héten kitárgyaljuk, hogy pont néztem múltkor, hogy itt a sorsol... Úristen, megvilágosodtam, bocsánat, mondjad, majd utána mondom. Hogy kerestem, hogy a nyereményjátéka kapcsolatban milyen árérték az, ami sorsolásra kerül majd jövő héten, és kerestem a Five Pounds Lucenáját is. És nagyon sok Five Pounds hiányzott a készletből. Úgyhogy nem csak Amerikában terjed a rossz hír, és akkor ezt majd kifejtjük jövő héten, hogy na mi a túró van a Five Pounds-szal, az argentin nők melle közötti izzadságból lepárolt likviddel fahordóban, tudományosan elkészítve. Hamarosan jelentkezünk vele. Na, mi volt a megvilágosodás? Már is, vagy fél pillanat, még gyorsan ellenőrzök valamit. Igen. Ugye a külföldi médiában gyakran találkozunk azzal a négybetűs rövidítéssel, hogy ANTZ, mint ENTZ. Mint hogyha hangyákról lenne szó, és kiváltképp az elektromos cigaretta kapcsán gyakran fölmerülnek ezek. És ez ugye annak a rövidítése, hogy a nikotin és dohány ellenes fanatikus, tehát anti-nicotine and tobacco zealots. És ugye Stanton Glantz, ami kis itthon termesztett Demián Tiborunk, stb. Ők mind ebbe a kategóriában vannak. És most rájöttem, hogy az ANTS miért lett ekkora nagy baltfasz. De figyelj már, az csak egy S betű hiányzik, és azt hitték, hogy így kell azonosulniuk ezzel az eszmével. A zílóc helyett lehetne zombiz, és akkor abszolút tényleg úgy mennek és kántálják a saját hülyeségeiket. Hát lehet zombi. Már is. Pedig rákot kelt a nikotid. Úgyhogy Magyarország az, aki az ANTZ-t hirtelen hatóságá is emelte, itt nálunk összeér. Hát minden itt történik nálunk, egészen elképesztő. Hát mint ahogy a podcast miatt gyártanak a kínaiak is klónokat. Egyrészt. Hát, másrészt meg visszatérve a zombi jelentre, nekem a múmia ugrott be. Tudod, amikor ment így a tömeg és kántált mit nyomtak? Jaj, nem emlékszem. Nem láttatok a múmiát? De láttam a igen, múmiát, csak nem ilyen kontextusban, amire most te gondolsz. Hát milyen kontextusban? Hát nem tudom, hogy mit akarsz kihozni belőle, na.
Hát ment a tömeg, és kántált annak az egyiptomi Imhotep, vagy... Imhotep. Imhotep. Nikotin rákeltő. Rákeltő. Kapu a dohányzás. Kapu a dohányzás. Kapu a dohányzás. Azt lehet, hogy át kéne szinkronizálni ezt a jelenetet. Hallod, zseniális kommenteket találok itt a Redditen a Five Points-szal kapcsolatban. Valaki azt írja, hogy az igazi bűntény az az árszabásuk. De erről mondjál már valamit, Charlie, mert én tök fölvilágosulatlan vagyok a Five Points-szal kapcsolatban. A, mivel a likvid, de hogy készít? Igen. Hát ez nagyon handmade, ez nagyon drága. Valami, fú, mennyi volt a 30-as? Azt hiszem 10... Hát piaci áron akkor vagy 12-14 ezer körül volt egy flaska, 30-as, és hogy ez olyan delikát likvid, hogy ezt valami tölgyfa hordóban érlelt likvid, és az anyám... Unikornis árnyékában. Igen, és éppen, hogyha rápukizik, akkor egy kicsit diacetiles, de egyébként meg nagyon jó, se, mert szerintem nem, de... Te szívtál már? Hát ezt a fáj, a lucsénát, ami ki lesz sorsolva. De hát hogy is mondjam, hogy örüljön az, aki megnyeri, de túl egyszerű az én nyelvem az ilyen összetett likvidekhez. Na, tipikus, igen. A tipikus amerikai szar. És egyébként a Lucénában volt az egyik, amelyikben ugye az volt ott a háború, hogy a Cloud9, ami most már Cream the Vape, megcsinálta a saját tesztjeit, és a teszt eredményeket pedig közszemlére bocsátotta, és ezért kezdett el emberkedni ott a Five Points, hogy már pedig én téged beperellek, mert oké, hogy megcsináltad, de nem kellett volna közszemlére tenni, hogy hány szorosa a diacetil a határértéknek például, és ezen ment a fingreszelés, és akkor szépen a Cloud9 annyit mondott, hogy oké, srácok, akkor polcokról le, aztán hozzátok az új papírokat, amivel alá tudjátok támasztani, hogy nem. Aztán nagyon abba maradt. Ugye az amerikai likvidek kapcsán ugye arról beszélünk, hogy ezek ilyen nagyon vajas, nagyon édes, krémes jellegű likvidek. Igen, hát a diacetil. Ugye a nagyon, diacetil, nagyon igen, krémes. Ez vajaroma. Igen. Igen. Gratulálunk. Igen, és ők voltak a zászlós hajói egyébként a botránynak, tehát volt még más cég is, de náluk bukott ki igazán sok íznél, és nem kicsi diacetil mennyiség. És most ennek kapcsán a fogyasztók összeálltak, és egy class action suit keretében perlik a céget a megtévesztésért. Hát ott meg is tehetik keményen. Ja, és akkor ráadásul ők még diacetilmentes, mert itt nézem a hozzászólásokat, hogy ők valahol ezt így is hirdették? Hát azután, tehát ami nálam járt például, az diacetiles. És utána kihoztak egy új becset, és hogy állítólag az már az. Ki ne sorsold, ez egyszer sokat fog még érni. Oké, minden szívhatod. Jó, de hát azért tudjuk, hogy a diacetil sem egészen az a démon, akit keresünk, de nem biztos, hogy jó, ha van. De szóval én mondjuk mellesleg ezt hiányolom, hogy a kurva szakma érted ilyen fasságokkal foglalkozik, hogy adott szobában, mit tudom is én, 0,3% a tiszta levegő meg a vépert levegő közt a szignifikáns különbség, és akkor kijelent, hogy milyen kurva káros. Ahelyett, hogy azzal foglalkozna, hogy mondjuk elkezdeni specifikálni az összetevőket, amit szerinte lehet vépelni, vagy nem lehet vépelni. Érted, hogy egy szakmai vita folyna, nem baszki. Tehát ez a teljesen
tiporjuk el a picsába az egészet, stb. Stb. Senyő Pista bácsi vagyok, és megmondom a véletet. Így van, már megint igazam van. Valaki ráírta, hogy ez kb. Annyira volt korrekt a likvidjük, mint a zsírszegényként reklámozott fánk. És visszaír valaki, köszönöm a világos és egyértelmű magyarázatot. Jaj. Hát kemény. Elfogytak az elfogytakok. Mit szóltok? Reki ír még valamit. Van nézői kérdés, illetve hallgatói egész pontosan. Igen, van. Ott most jön a rendőr, érted? Nem, ez a hangja alapján mentő volt. Na, az olvasói kérdés egy darab volt, ami értelmezhető volt. Tóth Gyula kérdezte. Azt mondja, hogy ki fogja átvállalni a készülékek garanciális javításait, cseréit. Nemrég vettem egy év garanciával a 220 volt webshopról. Honnan? Hát könyörgöm. Mindegy. Ha elromlik, kihez vihetem, ha a legrosszabb bekövetkezne, és holnaptól csak trafik mutyi. Vagy elküldöm, és visszautalják az árát, azt vegyé, ahonnan tudsz, mert azzal rohadtul megszívnám. A dohánymutyi keretében ez még érdekesebb lesz, ha lesz egyáltalán garanciális készülék a trafikban. Ki lesz a garancia vállalója? Mert ha nem csere garancia lesz, akkor egy-két hét mire jön a feltöltő kocsi, elviszi, vizsgálgatják egy-két hétig, esetleg szervíz, majd meg még egy-két hét mire visszajut, 3-6 hét simán eltelik, rengeteg ifjú motoros van köztünk, aki ennyi idő alatt 50-szer visszaszokik a cigire. Miért vásárol valaki a 220 tom. Ez jó volt. Hogy van ez, Charlie? Nem akarok hülyeséget mondani, de hogy ha nem képes megjavítatni, sem cserélni, akkor vissza kell szolgáltatni a vételárat. Úgyhogy ennyire egyszerű ez a dolog, de azért nem bármit is szavaznak meg, ez nem fog egyik napról a másikra megtörténni, tehát lesz itt azért véletlenül egy kifutási idő, de alapvetően erről van szó, hogyha olyan terméket forgalmazott, amit már nem forgalmaz és nem tud vele egyenértékű terméket cserére bocsátani, és vagy megjavítatni a hibás készüléket, akkor vissza kell szolgáltatnia a vételárat. Ez így van. Ennyi. Tessék menni szakboltba. Szakboltba. Mondjuk együtt, Krisztián. Cipőboltba. Szakboltba. A Istenem, de fogyatékosak vagytok. 1, 2, 3. Szakboltba. Nem a szakboltjába. Szakboltot mond. Szakboltba. Megfagynak. Szakboltba. Na, Krisztián, tegyünk pontot az ígérgetéseid végére. Feljelentő csomaggal mi a helyzet? A feljelentő csomaggal az a helyzet, hogy mint azt korábban már mondtam, csak bizonyára itt a nagy fővés alatt elkalandoztak a gondolatait, hogy sürgősségileg mással kellett foglalkoznom az elmúlt néhány napban. Azt tudom, csak hogy én egy deadline-t kérnék. Egy deadline-t kérnél? Jövő hét ilyenkorra meg lesz. Most, hogy egy kicsit föllélegeztem. Legkésőbb jövő hét ilyenkorra meg lesz. Akkor odaírom, hogy ne felejtsük el. Jövő hét. Oké. Képviselődnek írjál, még mindig aktuális. Aki nem tette meg, bizony. Tüntetéssel kapcsolatban van valami újdonság? Tüntetéssel kapcsolatban nincsen újdonság. Sok megkeresést kaptam Facebookon, amiben érdeklődtek a kedves gőzlérek, hogy mikor várható, hogyan lehet készülni. Hát ugye a jelenlegi időzítés szerint a Népjóléti Bizottság 24-e pontosan tárgyalni a 24-én a törvénymódosító javaslatot, és a parlamenton lévő kiírások szerint december közepére 14-ére vagy 15-ére van a végső szavazás most kitűzve, tehát ha ez nem változik, akkor a körül várható a tüntetés annak fényében, hogy mi is történik majd, de reménykedjünk, hogy egyáltalán nem is jutunk el odáig, és a Népjóléti Bizottság azt fogja mondani, hogy mi ez a szemét, és így visszahajítja.
De így, tehát a jelenlegi állás szerint legkorábban december 14-15-e környékén várható a dolog. Oké. És akkor most azt javaslom, hogy aki nem kíváncsi a sorozatokra, az kapcsolja ki vihargyorsan, vagy halkítsa le, mert belecsapunk a levesbe. Hú, valaki nagyon üti a billentyűzetet. Az én vagyok, igen, oda beszúrtam még egy sorozatot. Az nagyon jó, mert most el fogok dobni egyet, és várok a helyére jelentkezőket. Hát akkor jó helyre jöttél, Charlie. Oké, az elsőről mit tudsz mondani? Man in the High Castle az, amit ugye néhány hónappal ezelőtt már tettünk róla említést, ez egy Philip K. Dick regény alapján készült sorozat, és Ridley Scott neve jegyzi az egészet, és egy ilyen fekete-fehér filmsorozatról van szó, aminek az a koncepciója, hogy a németek megnyerték a második világháborút, és így a kaliforniai félsziget Japán uralom alatt álló terület, míg a Sziklás-hegységtől jobbra a nagy náci birodalom van ott, és Amerikában ezek vannak, és az ellenállók próbálgatják egy kicsit a szárnyaikat, stb. Ez a kiindulási alap, és a pilotját láthattuk néhány hónappal ezelőtt, és most akkor elkezdték leadni magát a sorozatot, is kijött a második epizód is. Nagyon feszült, nagyon jól leforgatott, nagyon jó minőségű. Nagyon már a nagyon feszültre úgy érzed, hogy tehát feszült, vagy feszes? A hangulatkeltés szempontjából, tehát, hogy én nem szoktam nagyon beleélni magam ezekbe a sorozatokba, de hogy engem rettenetesen megfogott. És utána kell menni zuhanyozni, mert úgy leizzadsz. Hát kemény, és nagyon-nagyon jó, úgyhogy aki szereti egy kicsit az ilyen negatív utópiákat, az alternatív történelmi vonalakkal operáló dolgokat, az annak nagyon-nagyon tudom ajánlani ezt a sorozatot. Ez ilyen Sliders 2015 edition, azt is régen de szerettem, de most már olyan viccesnek tűnik. Igen, enyhén bugyuta volt, na ez nem az, ez véresen komoly, nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon durva. Ott engem egyébként ezek az alternatív szálak fogtak meg igazából, hogy átmegy egy másik idősíkba, és azt hiszi, hogy most már jó helyen van, és aztán kiderül, hogy nem, mert ott is megnyerték a németek a második világháborút, vagy azért, mert a feketék még mindig szegregálódva vannak, vagy fordítva, tehát ott a háttérsztori volt számomra érdekes. Én arra az epizódra nem is emlékszem, látod. Jó régen volt már. Na, ami nekem viszont szerintem kasza lesz, az a Superwoman. Én meg se próbáltam, rossz. Hát te... Én nem tudom, ezt miért kell így erőltetni. Tehát bazd meg, ott van egy nagyon erős sztori a Supermannel, és akkor most így megtekerjük, hogy ketten voltak két hajó, az egyik egy idősíkot ugorva, 20-valahány évvel később jön ide, és ugyanaz, csak tudod, ez a tipikus klisé, hogy van egy faszom tudja milyen ügynökség, és akkor a csaj az most gyakorolja, tanulgatja az erejét, és akkor az ügynökség mögé adja a munkát, és hát szóval nagyon, nagyon bugyuta a sztori, nagyon erőltetett számomra. Tehát ez a, tudod, ez a, meg úgy fölbaszagyilag, hogy egyébként jó a bula, de hogy van neki egy főnöke, aki adja a melót, és ott van a főnöke mögött nagy képernyőn Superwomannek a képe, csak annyi a különbség, ugyanez a nő, csak nincs rajta a szemüveg, és rajta van a Superwoman ruhája. És ugyanaz a nő, és tudod, nem ismeri föl. Tehát ez úgy tudja baszni az agyamat, ez már Supermanné is idegesített, hogy azért, mert fölvesz egy gúnyát, basz meg, leveszi a szemüvegét, már nem ismerik meg a tököm. Na, úgyhogy én azt elkaszálom a picsába, kettőt tudtam megnézni, de mikor megláttam először ezeket a repkedéseket, meg hogy az egyik a másikat a falhoz dobja, és akkor tudod így három falat átszakít. Nagyon gyenge, ne. Még ez is sok volt, amit beszéltem róla, tehát tényleg. Megnézem, majd IMDb-n hányra értékelték, de szerintem az 5 is erős lenne neki. Hát ez föltelmesen hangzik. Hát az is. És a másik, az SVS Evil Dead. Ja, és most kiugrott a fejemből, hogy melyik sorozatban játszott. Imádtam Bruce Campbell a színész, és úristen, gyorsan utána nézek, miben játszott, azt én nagyon-nagyon szerettem. Mi ez az Evil Dead, Charlie? Új sorozat indult.
Ha valaki emlékszik, az Erdős halottak, igen, néven igen. Elhíresült, 90-es években kétszer vitt el a Horror Film Fesztivál díjat. Igen. Hol vagy? Burn Notice, ez az. A Burn Notice-ban játszott rengeteg évadon keresztül szemek szerepében Bruce Campbell, és ő játszotta a Gonosz Halottban az Est. És most úgy döntöttek, hogy leporolják a franchise-t, és sorozatot készítenek belőle. Bruce Campbell hosszú-hosszú évekkel később Est szerepében visszatér. Ugye a jobb keze, amit ő levágott a motoros fűrésszel, az továbbra is hiányzik, és egy szétmulatott éjszaka után véletlenül fölolvas a könyvből, és ez adja a Kalamajka jelenlegi okát, többet nem spoilerezek, irgalmatlanul poén, Bruce Campbell rettenetesen jól játszik benne, és hát aki szerette az Evil Dead-et, az szerintem nézze meg ezt is, elképesztően jó pofa sorozat. A sorozatokról jut eszembe a Két férfi meg egy kicsi. Mit szólsz Charlie Sheenhez? Hű, nem mondom, hogy meglepődtem igazából. Nekem kimaradt ez az egész híresztelés, hogy itt van egy titkos HIV pozitív hollywoodi színész. Erről én teljesen lemaradtam, de aztán amikor a szalagcímeket olvastam, hogy most már Charlie Sheen bevallotta, igazából nem lepődtem meg rajta. Tehát nála nagyobb bohém kujont keresve se lehet találni. Hát sajnálom szegényt, hogy így alakul, de jól tartja magát. Igen. És ami róla beugrott, egy kicsit más vonal, RSS Faknó a dugásról, hogy az utóbbi 1-2-3 hétben a Szabvány RSS csatornáimon olyan elcseszett módon nem jönnek az eddig évadok óta jól beállított sorozatok, hogy valami borzasztó, hogy mi van most a releaserekkel? Nekem jönnek ezek folyamatosan. Nem tudom, hogy milyen RSS szolgáltatókat használsz ebbe a témába. Én tudok neked mondani egy jót, ami nekem működik. Nekem ez nagy érvágás volt, mert ugye a privát Linux distros csatornán a saját RSS feedjén keresztül jöttek, és aztán beszüntette az üzemelését az, és nagyon sokáig szomorkodtam, hogy honnan fogom én most összevadászni a Linux distróimat. És aztán rátaláltam erre az RSS szolgáltatóra, mondjam, Charlie? Mondjad. Itt használok, hát te is azt használod, és akkor kiderül, hogy hülyeséget mondok. showrss.info. Akkor máshogy mondom. Na. Az az oldal, ahol én vagyok, az a TV Store-os disztró. Uh-huh. És ott teljesen jó, mert le tudod úgy szűrni, nem tudom, hogy ott tag vagy egyébként, hogy azt mondod, hogy mit tudom is én, Banshee, megjelenik az összes Banshee. Azt mondod, negyedik évad. Megjelenik az összes Banshee negyedik évad. És aztán leszűrök HD 720p-re, és leszűrök releaserre, és akkor csak az van, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, szépen sorba, fönt van egy RSS gomb, kiadja annak az egyedi keresésednek az RSS linkjét, copy-paste be a AirTorrent kliensembe, puk, és már működik is. 10 percenként eddig leszett, és most nézem, mondom, olyan rég láttam, hogy mi a tök van ezzel. Le vagyok maradva. Változtattak valamit, nem? És nem, hát killers. Hát egy killers nem releaseri azt, amit mit tudom is én most, melyikkel voltam így, a Homeland-del. Hát megmondom neked a Homeland-et, kérlek szépen. Az én csatimban most bejött egy csomó új releaser. Tehát jött ez a Fleet nevezetű, meg a Nullasec. Igen, úgyhogy lehet, hogy azt kavarod be nekik, de mindjárt megmondom neked az én utolsó Homeland-jeimet. Hát igen, a Homeland-et mostanában WebRib-ben release-elgetik, és olyan jött nekem, hogy a legutolsó az az NTB csapat volt, azt megelőzően szintén az NTB, az előző három a Kings. Na de tehát nem tudom már azt csinálni, hogy... Hát ne szűj release-elre. Jó, csak akkor lejön egy rész kétszer-háromszor. Hát, igen. Sajnálom igen. A biteket ilyenre pazarolni, de hát ezt kell meglépnem, mert nincs nekem erre idegrendszerem, hogy nyomon kövessek 10-20 sorozatot így. Manuálba, de mindegy, akkor azt meg fogom nézni, amit te mondtál, és akkor valahogy így fogom gyűjteni egyébként, mert eddig tök jó volt,
hogy ott meg tudtam találni, de így, hogy az én megszokott releasereim nem adják, vagy nem akkor adják, és mondom, ez a fleet, meg ez a nullaszek, ez engem kikészít, hogy nem akarok újakat meg tudod, hogy menet közben alakul át az egész, hogy egy fél év adott lenyomott ez, aztán utána bejön abból kettő, aztán megint vissza ez. Figyelj, ezek versenyeznek, tehát ha megnézed, akkor azért a Dimension, meg a Killers, azok rendszeresen jó, de tudod, mi volt, hogy eddig az volt, hogy eldöntöttem, hogy én a Dimension-t akarom a Big Bang-ből, a Killers-t akarom a Homeland-ből, és az fixen jött. Persze, csak hogyha valaki beelőzi a másikat, nem szokták kitolni, kivéve, hogyha elbassza az első csapat valamiért, és akkor kitolnak egy fixet, vagy egy reelt, vagy egy valamilyen taggel ellátott dolgot. Úgyhogy semmi garancia nincs rá, hogy ugyanaz a csapat tolja végig az egész évadot, össze-vissza jön, mint az ökörhúgyozás. Kivéve, ha nem. Na, azt tehát mondd, erre nem lehet építeni szerintem. Nézed a Walking Deadnek a websorozatát? Nem, arra nem jutott időm. Ó, nagyon nagy. Sőt, én abba hagytam, ahogy hívják, hogy Fear the Walking Dead-et is. Egy. Ott. Fejezd be a Fear the Walking Dead-et, kettő. Nem tudom, ember. Ez rettenetes. Kettő. Lesz az jó. Igen. Hát pláne, hogy ugye még van legalább két évad benne. De én hogy faszt kapok tőle, basszus, hogy nézem, szerintem a negyedik vagy az ötödik epizódig jutottam el, és a normál Walking Dead után teljesen hülyét kapok, hogy persze, ilyen életképtelen tesz a faszt. Igen, hogy miért nem hentelnek, és a többi, de kurva jó. És egyébként a websorozat egy perc baromi jó. Ja, repülős, igen. Baromi jó, bassz, nagyon jó. És ott van ugye a magyar szereplő nő is, aki a Stewie-t alakítja. Egyébként betározom, látszik. Kicsit nyugi lesz, megnézem, de most... Meg hát ugye a Walking Deadben is masszívan haladnak a cselekményszállal. Most egy picit lassítós, és most vagyunk ott, mint a négyben, hogy kibontogatjuk a szereplőket. Kurva érdekes most, és hogy mindenkivel ugyanazt az idő pillanatot dolgozzák föl, de egy részig ez, egy részig az, egy részig amaz, és ott is ott van egyébként a Tessa Thompson, már így visszagondolva a azt akartam mondani, hogy a botos Yeti, de hát a tudod, a boxos srác, igen, aki sose akar ölni, igen. És ez vissza fog ütni, ez még vissza fog ütni, hogy ő nem akar ölni. Hát ugye ott eleresztette a múltkor szélnek, eresztette azt a brigádot, az elég nagy hiba volt. Igen, és én félek attól, hogy ez még vissza fog köszönni. Úgyhogy folyamatosan meglepnek, és attól félek, hogy most már nagyon régóta nem láttam a izét, hogy hívják a srácot, mondjad már, a kis kínait. A Glent, hogy most már visszamehetnének ahhoz a részhez, hogy oda mennek, és kiderül, hogy mi van. De és hát, megtalálják, és leporolják, és mindenki happy, igen. Az. Ez az a sorozat. Na és mi a helyzet Heroes Reborn ügyben? Nem tudom, hogy találkoztatok-e vele, de ugye az annak idején nagy szomorúság közepette elkaszált Tim Kringes Heroes sorozat szerzett némi támogatókat, és Heroes Reborn címen elindult az új sorozat, és zseniálisan fasza, nagyon jó. Nagyon-nagyon. Aki nem követte az eredeti Heroes-t, annak van értelme, hogy elkezdje? Hát vannak benne, elég sok visszautalás van benne az eredetire, úgyhogy én azt javasolnám inkább, hogy azt a 4-5 évadot darálja be, aki lemaradt a Heroes-ról netán, mert érdemes, már csak azért is, hogy annál nagyobb fán a visszaköszönő szereplőket viszont látni, mint a Haitit, az öreg szemüveges apukát, és a Hiro Nakamurát, és egyebeket. Nagyon klassznak ígérkezik az eddigi epizódok alapján. Fasza. Jó van. Fifika, itt vagy még? Én csak hallgatlak benneteket, öcsém. De tudom, nem Babylon 5, meg nem Babylon Star Trek, 5, akkor... Nem ez Méz Galadár, hát én az Misi Mókus kalandjairól már nem is beszélek. Nem Trónok harca.
Nem trónok harca. Az is mindjárt folytatódik, vagy az nyáron lesz? Az meg odébb lesz. Nem baj. Hát jaj, viszont ezt láttátok, nem hiszem el. Nem. Zénésön. Jaj. Kettővel ezelőtti epizód van valami őrült manus, aki, amúgy spoilerezek, akkor ne figyeljetek. Van egy ilyen őrült manus, aki zombi memorabiliákat gyűjt, és a keze ügyébe kerül Murphy. És a Murphyvel akar egy ilyen vállalkozásba kezdeni, hogy majd a Murphyt, ha elvonulnak a zombik, akkor majd övé lesz a zombi Disneyland a memorabiliáival, és ott mutogatja majd a Murphyt mindenkinek. De az a lényeg, hogy az egyik szobába elzárva az R.R. Martin zombia ott van nála. Nem hiszem el. Le van kötve, és így a keze alá teszi a regényeit, az meg így, így mocorog, bele van tűzve a kezébe egy toll, és ilyen zombi aláírásokat gyárt a regényeit. Teljesen elve betegek a csávú. Mennyit fog ez érni? Ha? Én a izénél adtam föl, mikor a Z-Weed volt, ugye, terítéket, tehát annál betegebb részt én még idáig nem láttam, hogy átszőtte a növény a zombikat is, és hogy ott micsoda fűterem, de óvatosan kell vágni, mert hogy szimbiózisban élnek a növények, és ez nagyon beteg volt. Ja, Istenem! És megjelenik a Sons of Anarchy-ból az egyik valamelyik, nem tudom én, puertorikói, vagy tököm tudja, milyen motoros bandának volt a feje. Ja, a rivális mexikói bandának volt a feje. Igen, és annak a figurája, és az tök egyértelmű, hogy a kocsiból előveszel egy RPG-t, és azzal lősz a zombi hordák ellen. Úgyhogy azóta... De egy... milyen modokat mutogattak már abban az epizódban? Mindenkinél volt egy... Az. Várjál, még ilyen a, ugye a Humans, ott is rengeteg ego van. Azt még mindig nem néztem. Ó, bassz meg, pedig nagyon jó. Nincs idő Charlie-át. Tudom, ilyen hülyeségek, tudod, hogy barikádokra, meg petíció, meg feljelentés, meg az anyám kínja. Ja, hát ugye. Úgyhogy le is tudtuk ezeket. Na, mi lesz a videó, meg a kultúrha? Nekem ott van még egy. A 84-ből egy részlet. Mert akinek nem esett le, ez a 84. adás. Azt nem a videóhoz tettem be, csak már elfogyott a hely. Azt még megemlíteném Sir mentén, hogy aki nézte, ugye a Dark Horse Comics-nak van egy Konstantin nevezetű nagyon dark képregény sorozat, amiből Keanu Reeves-szel forgattak néhány évvel ezelőtt hasonló címen mozifilmet, és ebből sorozatot csináltak, amit egy évad után szintén hatalmas szomorúság övezte módon elkaszáltak. Viszont most nem emlékszem pontosan, hogy melyik epizódban is, még én sem láttam, az Arrow, ami Zöld Íjász néven fut nálunk. Csináltak egy crossover epizódot, amiben behívták vendégszerepelni a Konstantint játszó színészt Konstantin szerepében, úgyhogy erre rendkívül kíváncsi vagyok, hogy itt mi a fenét alkottak ezek. Csak az érdekesség kedvéért megjegyeztem, hogy ha valaki nem is nézi azt az egy epizódot emiatt, hogyha szerette a Konstantint, érdemes lehet, és nézte a sorozatot, érdemes lehet megnézni. Zsírkaraj. Na, kultúrába akkor viszont a kultúrát tegyük át a videóba, és akkor a kultúrához szüljél valami linket majd, Fifika. Mit szólsz hozzá? Mert hogy meg kell, hogy emlékezzünk arról, hogy hanyadik adásnál járunk most, és azt is tegyük... Vágás, akkor ezt ide beteszem a videóba. Beillesztés. Hát ez nagyon... bonyolult művelet lett volna egyébként, Ctrl-C, Ctrl-V, hogy gondoljatok arra is, fiúk, hogy úgy is van, ásíts bele az adásba, hogy 84-nél járunk, ami, fordítsuk meg, 16 és 100. Hamarosan itt a jubilálás, aztán készülhetünk a szervezéssel. Ha még akkor lesz valami írmagja. Lesz vagy... egyáltalán jogod. Vagy arra akkor már, mondja. Hogy mondják ezt, mi ez a föld alatti mozgalmat szervezünk, de megemlítem zárójelben, mint az adás végén, ugye, hogy akkor kikerült az utolsó kérdéssor is, tehát a 10/10 már éles, lehet tölteni, és jövő héten giga-mega nyereményjáték sorsolás,
200 000 forinti özdíjazás, nem kell félni, a nyeremény likvidek megérkeztek, illetve a nyeremény likvidek megérkeztek, így ezzel a hangsúllyal, és a készülékek meg a kazán, meg a anyám... Meg a kazán. Meg a kazán. Az, igen. Fifika is elküldte a ráeső részét, nagyon szépen köszönöm. Úgyhogy az hamarosan, és befejeződött, ma került ki az utolsó haladóknak szánt cikkünk a Vaper Akadémián, az a mostani, hogy mondjam, csúcs kategória talán, ami a legtöbbet tudja nyújtani, ez a temp kontrollal foglalkozik, és akkor most már van egy haladónk, van egy kezdőkurzusunk is, mindenki a saját érdeklődési körének megfelelő tartalmat a weboldalon megtalálja. Rengeteg anyag, olvasnivaló. Én azt javaslom, de szerintem legközelebb egy ilyen játékot fogok föltenni, hogy ki az, aki releváns kérdésekre releváns linkeket tud majd a Facebookon a kérdezőknek adni az oldalról, mert nehéz olyan kérdést föltenni, amire mi már nem válaszoltunk, vagy egy podcastben, vagy egy cikk sorozat kapcsán, akár legyen az likvid, készülék, tekerés, gyertelés, ásítás, meg ilyenek. Hosszú nap. Viki, szócikk. Én azóta nézem, amióta még neked nem küldtem el a mi bended, de azóta én folyamatosan analizálom az alvás szokásaimat, és nagyon jó pofa funkció. Azt nem tudom egyébként, én informatikai segítséget nyújtottam többször alvás diagnosztikai labornak, illetve laboroknak, hogy ott azért több paramétert figyelnek. Tehát jó, most tekintsünk el az EEG-től, mert hát nyilván azt a mélyben nem tudja, de hogy a legegyszerűbb ilyen alvásvizsgálatnál mondjuk a véroxigén szintet azért illik mérni, tehát egy pulzoximetriát. Oké, tiszta sor, de ez pont ugyanazt tudja, mint a telefon, amit a lepedő alá raksz, és a mély alvás... Tehát ez a mozgás aktivitásodat méri gyakorlatilag a alvás. Igen. Azért tetszik nekem egyébként a Mi Band, mert nem kell úgy átkapcsolni, mint bármelyik más hasonszörű társát, hanem itt az aktivitásodból ő egészen pontosan, és volt, amikor direkt fel is jegyeztem, hogy mikor kerültem ágyba, sőt, amikor éjszaka kimentem WC-re, azt is fölírtam. Igen, pont tegnap éjszaka volt egy ilyen, fölírtam, és ugye a mély alvást, a kevésbé mély alvást is jegyzi, és tökéletesen mutatta, mikor volt az, mikor fölkeltem, és kikódorogtam a WC-re. Percre pontosan. Tehát jó az, ahogy aktiválja és deaktiválja magát, és most meg is nézem, mert csak hogy mennyit fogyaszt, azt neked akartam megmondani. Azt mondja, hogy a device-oknál lesz talán. Spoiler ezek egy kicsit. 63% és 97 napja volt feltöltve. Kijött az új Xiaomi. Mi van neked? Telefon? Igen. Redmi 1S. Na, kijött a Redmi 2 Pro. És amúgy el nem fogod hinni, hogy milyen iszonyat áron nyomják. Már hogy iszonyat jó, vagy iszonyat drága? Iszonyat jó áron. Gyakorlatilag egy 64 bites 4.10-es Qualcomm van benne, és 16 giga beépített memória, ugye ez bővíthető SD kártyával, 2 giga RAM-mal, a kamera az maradt 8 megapixel, meg az árat mondjad, ne a hülyeségeket. 5 az elején.
40-valahány ezer forint, Charlie. Tehát olcsóbb, mint a régi. Olcsóbb, mint a régi, igen. Hát az zsír. Egyébként, mert ami nekem funkció volt, és azt nem tudta a többi, hogy két SIM-kártyás legyen, egyszerre tudja a hívásokat, tehát aktív legyen a két SIM-kártya, nem kell kapcsolgatni közte. Meg aktív, a bővíthet... de ugye, hogyha valamelyiket hív. Persze, akkor... persze, csak hogy bővíthető legyen, még memóriakártyával is két SIM-kártya legyen, ennyi. Sajnos ezt már a drágábbik verziói sem tudják, tehát például a 4 sem. Hát a Note közül is az egyik tudja, a másik nem. Na, de hagyjuk már ezeket a Note-okat. Tehát, a másik két akkor szímes. A feleségem azon gondolkozik, hogy vár még egy évet a telefonnal, mert akkor lesz megint 4-szoros kijelző, akkor fölösleges nézni a Note-okat, mint egy péklapát. Ja, hát akkor marad neki ez a mi. Nem, neki marad az iPhone. Maradjunk, ja, neki ennyi. Marad az iPhone. Nem, jó, én gondolkoztam, hogy de mondjuk semmi bajom nincs ezzel a telefonatot, tehát én nem azt használom főtelefonként. És miután sikerült meg szoftveresen főjavítani. Ó, ne idegelj, ne idegelj. Ó, de azóta tökéletes. 43.900 forint, Charlie. De gondolom ez ilyen hivatalos magyar shopból ennyi? Igen, igen. Hát akkor ez külföldről 35 mondjuk. Garanciával. És tudod, ez mindent tud, hogy lepattintod a hátlapját, kicseréled az akkumulátort, stb. Tehát... Vagy ha elmegyünk egy föld alatti vaper mozgalom meetupra, akkor kivesszük. Fontos, hogy kibírd venni az aksit. Kivesszük az aksit, és úgy beszéljük meg a föld alatti mozgalmainknak igen. A lényegi pontjait. Igen. Tehát ugyanaz a design, ugyanúgy néz ki, csak árértékarányban szerintem hihetetlen jót léptek vele. És nem beszéltünk a Homelandről se. Basszus. Ja, az azt meg fogom nézni. Homelandbe. Fú. És állítólag nagyon jó. Tehát, hogy az első pár rész az új szériában és, ilyen langy, és az a komoly, hogy az új évad ugye már Európában játszódik, és annyira benne van ez a mostani sztori, az egész, minden. Hú, nagyon meleg. Hát mondjuk azt leszámítva, hogy ott a graffitisek mindenféle a Homeland szar felirattal szétoffolták a sorozatot, de egyébként jó. Mindenkinek ajánlom. És én azt hittem, hogy visszakanyarodjak a Brody-s vonalhoz, hogy nincs értelme Brody nélkül a sorozatnak. Aztán basszus, mégis. És de, megoldották. Meg. Azt nagyon sajnáltam. Hogy Brodynak vége lett. Igazából nem halt meg, ő csak egy színész. Ja, basszus, komoly? Hát igen. Először én is így neki voltam keseredve, de aztán mondták, hogy csak egy színész, és mutattak videót, hogy él még. Tudod, és azóta láttam a más filmben is. Jaj, igen. De jó. Na jó van, fiúk, húzzuk be a riglit. Húzzuk. Hosszú napot. Húzzuk be, mert a hosszú hét volt, meg lesz is. És még nincs vége. És még nincs vége, és a múlt hét se volt piskóta. Úgyhogy, ja. Jó van, akkor adás cím a 84-eshez. Szerintem egyöntetűen egyre gondoltunk. Azt de mondja ki a legvénebb. 1984. Igen, a film. Tehát akkor... A ráfűzve, a regény. És egy kicsit... Ott van a kultúrába föld. Képzeld, hogy a Mac-be, a Magyar Elektronikus Könyvtárban ingyenes az 1984. Akkor én kétszer kölcsönzöm ki. Ne vidd vissza, Charlie! Igen. Szóval a tények mai ismeretében jelentsük ki azt, hogy a nagy testvér valóban figyel téged. És akkor ezt javaslom adás címnek. Amen. Vagy valóban figyel minket, vagy nem tudom, hogy kéne a végét. Vagy a nagy testvér figyel. Szerintem vagy is. Ezek így. Vagy csak leírjuk ABC-rendben a szavakat, azt mindenki rakja össze, hogy akarja. A valóban az legyen benne, tehát a nagy testvér valóban figyel. Jó, legyen a nagy testvér valóban figyel. Jó. Oké, srácok, akkor rock and roll, és köszönöm Halleluja. Szépen, hogy itt voltatok. Majd meg kéne ezt is effektelni. Halleluja!
fiú. Halleluja! 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 Úristen, kukacmennyország.hu. Édes Istenem! Köszönöm, hogy itt voltatok velünk. Sziasztok! Egy élmény volt. Sziasztok! Köszi, sziasztok!